Sziasztok! Itt vagyok újra Romániában. Mocsátúra lesz, az időjárás eléggé ramagy, esik az eső, állítólag vihart is mondanak, meglátjuk, mi lesz az egészből. Egyébként Nagybányától nem messze vagyok, az Izuare nevezetű, síközpont, azt hiszem. Majd lehet, hogy látszanak ilyen sífelvonók is a távolban. Úgyhogy Adrián bent maradt a kocsiban, most nem érzi jól magát, szegény. Úgyhogy egyedül megyek itt, ott van az autóban egyébként. Nem is néztem, milyen magasan vagyunk, de majd az altiméter alkalmazásból meg fogom nézni. Hát a mögött már itt ilyen tölgyes, meg bükkös erdők vannak, és majd megyek le a mocsárhoz nem soká. Éppen 880 méteren vagyok, innen kell menni a mocsárig. Itt már egyébként vannak emberkék, itt minden hétvégén járnak ki a zöldbe, és sütögetik a kis micset vagy a gratárt, ami egy ilyen pácolt hús. Úgyhogy lehet, hogy lesz egy kis füst, emberek, majd meglátjuk, itt már hallottam hangokat. Úgyhogy megfordítom a kamerát, és akkor megyek is le. Arrébb jöttem még egy picit, itt vastagabb tőzegmoha gyep van, és itt is tök szép növények élnek benne. Nem tudom, a fűtől mennyire látszik egyébként. Vastag itt a moha takaró. Majdnem úgy van, hogy ahová lépek, harmad fűterem. Hát elég nagy itt a populáció. És tök szép kis csoportokban élnek.
kicsit ki is sütött a nap, gyorsan csináltam vízteszteket. A patak vize a TDS mérő szerint 14 ppm értéket mutat, a pH mérő pedig pontosan 7,0, szóval tök semleges. A tőzegmohában élő növények alatt egyébként a víz az 13-14 ppm értékű, viszont a pH érték az már csak 3,4 és 3,5 körül mozog, szóval eléggé savas környezetben élnek. No, hát itt jó a klíma egyébként, nincs túl meleg, viszont a páratartalom az szerintem tényleg iszonyatos, úgyhogy már nekem is izzad itt a homlokom, ugye a Sea Jackie alatt. Hú. Ugye ez egy pici túra lett volna most, az időjárás nem engedett többet, egy másik helyre akartunk menni, de ha már itt voltunk, egyébként Nagybánya fölött van egy tök jó pisztrángos hely, és ott ettünk egy finomat, és onnan jöttünk ide. Hát én mindig szeretek ide jönni. Nem is tudom már hanyadjára voltam itt, 4 vagy 5 alkalommal. Első alkalommal, amikor voltunk, akkor beszéltünk itt a pásztorral, itt legeltette a nyájat, és nem is tudja egyébként, hogy itt ilyen növények élnek. Először meg is ilyet, hogy jaj, húsevő növény, és akkor mi lesz a birkával, mert ők csak a viperák ellen harcolnak. De megnyugtattuk, hogy ez nem olyan volumenben eszi a húst, hogy a birkáknak bármi baja legyen. Én 2 okból szeretek ilyen élőhelyre járni. Az egyik nyilván a természet szeretet. Én nagyon szeretek túrázni, és itt Romániában ugye van is hozzá társam. A másik dolog pedig az, hogy élő környezetben láthatom a növényeket, ami nekem sok támpontot ad abból a szempontból, hogy otthon, hogy tartsam őket. Úgyhogy ezért rakunk fel egyébként az oldalra vagy csoportba élőhelyi fotókat, mert abból nagyon sok mindent ki lehet következtetni. Nyilván ugye a hőmérsékletet, páratartalmat nem, de az ültető közeget, meg nagyjából környezetet igen. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok, kérdezzetek bármit a kommentben, és ennyi. Sziasztok!